A kormány 8. nemzeti konzultációja zajlik, mely ezúttal a családok védelméről szól. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kurdon az oktatási intézmények felújítása utáni átadón szólt arról, ahhoz, hogy megfelelő törvények szülessenek, szükség van a magyarok véleményére. Számunkra nem a bevándorlás jelenti a megoldást a népesedési problémákra, demográfiai problémákra, hanem a családok védelme és támogatása, és ebben szerettük volna, vagy szeretnénk kikérni a lakosságnak is, a magyar embereknek a véleményét. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, az eddigi konzultációk válaszai sokat számítottak a kormány cselekvésének meghatározásában. Úgy gondoljuk, hogy a sorskérdésekben mindig kikértük a magyar embereknek a véleményét, így van ez ennél a konzultációnál is. Akik esetlegesen ezeket a kérdőíveket nem tudják kitölteni, illetve nem tudják eljuttatni, azok vagy visszajuttatni, azok nyugodtan kérjenek segítséget másoktól, akár helyi önkormányzati képviselőktől, polgármesterektől, vagy akár személyesen tőlem is. Szívesen segítünk, számunkra az a fontos, hogy minél több vélemény érkezzen vissza.